Köszöntök mindenkit egy újabb fehérvári beszélgetésekben itt a Fehérvár Televízióban. A mai műsor címe lehetne az is egyébként, hogy Dirty Dancing a Járási Patrick Swayze-vel. Róvó Tamást, a Vörös Marti Sziász táncosát köszöntöm nagy-nagy szeretettel, szia! Szép estét kívánok mindenkinek, én is. Említettem a filmet, a Dirty Dancing-et, mindig meg akartam kérdezni profi táncost, hogy mi a véleményed a filmről, hogy a tánc az nagyon gagyi benne, vagy azért jó megcsinálták és oda tették magukat a színészek? Abszolút nem gagyi, sőt, hát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon régi film. Én pontosan meg se tudnám mondani, hogy mikori film, de abban az időben nyilvánvalóan, egyébként a mai napig is, hogyha az ember megnézi, most nyilván a koreográfia az sokat fejlődött, de önmagában a film, én azt gondolom, hogy tánc szempontjából nagyon-nagyon klassz. Egyébként én magam nagyon szeretem ezt a filmet. Meg hát én szerintem ez egy kultikus film. Igen, szerettem volna kérdezni, hogy állsz a filmmel egyébként. Ugye van itt nagyon jó sztoria, jól megcsinálták. A táncos helyszíneket úgy alakították, hogy a romantika ösvényén azért ugye nagyon-nagyon jól lehet haladni, és a tánccal összehozták a zenével. Két szimpatikus, egy jóképű fiatalember, nagyon dögös csaj, lány. Abszolút. Egyelő a sikerrel, egyértelmű dolog. Hát én azt gondolom, hogy főleg az én korosztályomnak ez a film ez meghatározó, olyan, mint mondjuk a Flashdance, illetve így még van, sok Flashdance. Ilyen filmet lehetne sorolni, és azt gondolom, hogy Patrick Swayze egy nagyon eltalált főszereplője volt ennek a filmnek, aki egyébként valóban balettáncosnak készült. Nem is tudtam, tényleg. Tehát fiatalon az édesanyja beiratta. Charlie-ról tudtam, hogy a balettáncosnak készült, azt letért a pályáról, de Patrick Swayze-ről nem tudtam egyébként. Patrick Swayze is balettáncosnak készült, aztán végül nem az lett. Mennyire voltak ezek a filmek meghatározók az életedben, hogy te neki álltál táncolni, tehát volt egy ilyen filmes indítatás, hogy teljesen másokból álltál neki táncolni? Is. Az egyik része, ami miatt én táncos lettem, az, hogy ugye az édesapám szintén táncpedagógus és táncos, és ugye én ebben nőttem fel, illetve tulajdonképpen nekem az egész családom, a férfi vonalon mindenki hivatásos profi táncos, a női vonalon nem, de a lányok is táncoltak, illetve a húgom még most is táncol. Illetve a másik dolog, hogy én annak idején ilyen 6 éves koromban ment a Breakdance című film, ez egy nagyon híres film volt abban az időben, és én ezt néztem még valószínűleg VHS kazettán, ilyen feliratos verzióban. Igen. Vagy hangalámondás az a másik, vagy az a legdurvább. Még az is lehet, hogy nem is feliratos, hanem hangalámondással, és hogy ebben a filmben fantasztikusan táncoltak, és ez rám olyan mértékben hatott, hogy elkezdtem otthon táncolni, amikor nem volt otthon az édesapám, akkor bevittem a tükröt a szobába, és akkor ott elkezdtem előtte próbálkozni, és egyszer nem vettem észre, hogy hazajött az édesapám, és ő meglátta, hogy én ott táncolok, és igazából itt kezdődött el az én táncos táncos irányban menetelem, mert az édesapám onnantól kezdve elvitt mindig magával az edzésekre, amikor ment tanítani akkor is, és akkor így egész egyszer megfertőződtem, és aztán 6 éves koromtól gyakorlatilag nem volt megállás. Az első időben mondjuk nyilván csak szórakozásból és fiatal éveimben inkább a csajozás szempontjából. Ez bejött a lányoknak. Ja, abszolút, persze, igen, persze. Abszolút. Aztán később, 14 éves korom környékén, akkor döntöttem el, hogy ezt szeretném csinálni, és akkor beiratkoztam a balettiskolába, és aztán onnantól mondhatom azt, hogy mondjuk úgy, hogy profi táncos pályafutás felé kezdtem menni. Balettiskolában nem volt olyan, amikor megtudták, hogy te oda jársz, hogy a fiú társak vagy a korosztályod nem talált, vagy na balettozik biztos, hogy akkor ilyen meg hát olyan. Igen, ez is egy sztereotípia, nyilván van ilyen, megéri az ember. Szokták mondani, hogy nyilván, hogy ha férfiak táncolnak, akkor az milyen nőies dolog. Szerintem abszolút nem így van. Sőt, nagyon sokan vallják azt, hogy a férfi tánc maga az sokkal nehezebb technikailag, mint a női. Ezt én nem tudom, hogy ez valóban így van, de azt viszont tudom, hogy nem egy egyszerű dolog. Tehát férfi embernek balettozni, illetve azokat az ugrás kombinációkat, forgásokat megcsinálni, elsajátítani, megtanulni, az fizikálisan azt tudom mondani, hogy szerintem föléle egy olyan, mint hogyha mondjuk egy köműves megrakna egy falat. Tehát, hogy ez egyáltalán nem női dolog ez a tánc. De hát ez benne van nyilván. Ilyen módon engem mondjuk támadások nem értek, hála Istennek. Olyan módon igen, hogy persze, mert az apja is táncos, meg persze, mert ez, meg az volt egy, általános iskában volt egy farsang, ott volt egy táncverseny, igen, ahol én elindultam a nővéremmel, és akkor megóvták a versenyt, hogy hát a Róvó Tamás nem indulhat, mert hát ő profi táncos, és hát ez zárjuk. Igen, akkor már. De hát ugye én akkor nem voltam profi táncos, csak ugye táncoltam. De hozzájuk képest igen profi táncosnak számított. De aztán is tulajdonképpen megnyertük azt a táncversenyt, és nem is lett belőle óvás, mert hát hiszen ez
abban az időben még nem így. Ment. Azon gondolkodtam, ha nem táncolnál, akkor mi az, amit mondjuk, hogy azt mondaná valaki, Tomi, innentől nincs tánc, vagy akkor mondta valaki, amikor mondjuk már úgy tudatod, hogy ébredtél és elhatároztad, hogy táncolni akarsz, de valaki mondta volna, Tomi, nincsen tánc, válasz valami más. Akkor mit választottál volna? Ez egy érdekes dolog, kevesen gondolnák rólam, de én egy eléggé jó műszakérzékkel megáldott ember vagyok, és felvételiztem egyébként autószerelőnek is, fel is vettek, ráadásul a legmagasabb pontszámmal abban az évben. És akkor az édesapám azt mondta, hogy döntsem el, hogy melyiket szeretném csinálni. És ez igazából úgy jött, hogy nekünk volt egy szakadt régi varbolgunk, egy ilyen... Mint általában mindenkinek, igen. Abban az időben, és egyszer bedöglött, és apukám leállította a parkolóba, én megmondtam, hogy hát jó, akkor lemegyek, és akkor bütykölgetem. De családbizgóval a dárja. Igen, és addig bütyköltem ezt a varbolgot, ameddig elindítottam. Nem tudom megmondani, hogy hogyan. Elindult a jószág. Igen, beindítottam az autót, és akkor mondta az apukám, hogy hát ez biztos, hogy egyébként a mai napig is. Nagyon sok esetben van egy nagyon jó asztalos barátom, hozzá gyakran járok, főleg nyáron, amikor több a szabadidőm, segítkezni, és én nagyon szeretem a szerelést magát. Tehát én gyakorlatilag bármit, tehát kicserélem ugyanúgy a konnektort mondjuk otthon a lakásban, mint az, hogy csináltam már olyat például, hogy teraszburkolatot, hajópadlót, illetve konyhabútor készítésbe vettem már részt, és ezeket én nagyon szeretem, tehát csavarozni, fúrni, faragni, tehát hogy valószínűleg, ha nem táncolnék, akkor valami ilyesmit csinálni. Pont azon gondolkodtam, ugye beszéltünk, hogy bejött a lányoknak, vagy bejön a lányoknak, a fiúk táncolnak. Az mennyire bejött volna a lányoknak, egy autószerelő fiú, olajos felsőtesttel, kantáros nadrágban, és ott táncol ráadásul. Igen, az egy kicsit más műfaj a táncnak egyébként, de egyébként nyilván. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy egyébként nagyon sok mindent lehet hasznosítani. Tehát az embernek sok tapasztalata van, és nem csak tánc területén, akkor azt nagyon sok esetben föl lehet használni, hiszen például én csináltam nagyon sok szalagavató táncot, és volt köztük olyan is, hogy mondjuk egy autószerelő iskola kért fel, és akkor hát ugye az ember mit csináljon a botlábú, igazából szerelő fiúknak, és akkor az ember előveszi például a Grease című musicalt, és a Greaseben van a Zselé Villám című szám, ugyanaz az autóról és az autószerelésről szól, és akkor erre csináltam egy nagyon jó kis mozgalmas táncot, és ez nagyon tetszett a srácoknak, akik egyébként nem szerettek effektíve táncolni, és nem is nagyon tudtak. Mégis maga az, hogy kapcsolódott az ő munkájukhoz, illetve ahhoz, aminek készülnek, ebből adódóan megszerették, és nagyon-nagyon megkedvelték. De csináltam már így egyébként mondjuk takarítónők táncát is, tehát lányosztálynak mondjuk. Tehát volt itt minden. Hogy itt vagy a Vörösmarty Sziaszban táncos, tudják ezt róla nagyon-nagyon jól. Nem volt még olyan, hogy mondták volna Sziaszban, hogy Tomikám, akkor gyere át mondjuk színésznek, vagy tanult ki ezt a színész mesterséget, és akkor legyél mondjuk színész és táncos. Volt már ilyen kérés, megkeresés? Ezt így konkrétan nem mondták, sajnos, pedig én egyébként szívesen csinálnám, viszont az igaz, hogy rengetegszer játszom szerepet is. Igen, ezt tudom rólad, láttalak is. Én az utóbbi 6 évben sokkal kevesebbet táncoltam, mint amennyi szerepet játszottam. Tényleg? A színházban. Igen. Ami nem azt jelenti, nyilván nem főszerepekről beszélünk, és sosem leszek Lír király mondjuk, hanem kisebb epizód szerepeket, egy-két mondatos szerepeket, vagy például a 3-1 szerelem javára című darabban én voltam a vízilabda csapat egyik tagja, ahol végig éneklés, tánc, szöveg, és én ezeket egyébként nagyon szeretem. Az, hogy mennyire csinálom jól, hát ezt igazából... Én szeretem volna kérdezni, hogy nyilván kollégák akkor segítkeznek. Ki szokott segíteni neked mondjuk a társulat tagjai közül? Hát tulajdonképpen ez mindig úgy van, hogy az ember, hogyha benne van egy előadásban, attól függően, hogy kik vannak benne. Én egyébként alapvetően is olyan vagyok, hogy én figyelek. Tehát, hogy én igyekszem, a mai napig is egyébként, amikor csak táncolok egy darabban, akkor is, hogy mit is csinálnak a színészek, és azt hogyan csinálják. De nagyon érdekes dolog, amikor azt látom egy előadás előtt, hogy Gáspár Sándor minden előadás előtt például föl alá járkál a folyosón, és folyamatosan a szöveget és a szerepére készülve, át van szellemülve, és ilyenkor az ember azt mondja, hogy hú, hát azért ez nem semmi, hogy egy ilyen kvalitású és egy ilyen neves színész nem az van, hogy ül az öltözőben, mert hiszen már megteheti, és akkor csak bemegy a színpadra és elmondja, hanem ő valóban foglalkozik vele és készül mindenre. És hát ilyenkor én nem szégyenlem azt, hogy oda megyek valakit, és azt mondom, hogy figyeljetek, nézzétek már meg légy szíves ezt a jelenetet, és mondjatok róla valamit. Nagyon sokan vannak egyébként, hála Istennek, mert nagyon jóba vagyok a színészekkel is egyébként, és hát ugye én most a 10. évadomat töltöm már ebben a színházban, ami... 10 éve vagy itt. Igen, azért furcsa, mert olyan, mintha múlt évben szerződtem volna ide. És hogy kerültél ide egyébként? Tényleg szerettem volna kérdezni. Tehát, hát ez egy érdekes dolog, ugye én 12 évig a Győri Nemzeti Színházban voltam táncos, ebből 11 évig voltam szólista,
és aztán ott jött egy magánéleti válság az életemben, aminek következtében én úgy döntöttem, hogy Németországba megyek szerencsét próbálni. Ezek a nők, igaz? Hát, tönkre teszik a férfiakat teljesen. És hogy kimegyek Németországba szerencsét próbálni, show businessbe, ami nem jött be, anyagilag nagyon jó volt. De hogy nem jött be, hogy olyanokat hát olyan kellett volna? Hogy nagyon rossz volt egyedül. Tehát én rájöttem, ott jöttem rá igazából. Hogy kívülálló vagy mégis. Hogy nekem nem is azt mondom, hogy nekem a színház hiányzik. Tehát nekem az olvasó próbától a premierig eljutni, az az időszak és az a folyamat, ez egy nagyon fontos része az életemnek. Mi színházi emberek azt gondolom, hogy nem úgy éljük az életünket, hogy csak a színházban, hanem otthon is ezt csináljuk. A feleségem szokta egyébként mondani, hogy jó, most már kicsit szakadjál. Apa nem a színházban vagy, mint a reklámban. Igen. Így van, így van. Tehát, hogy az ember ugye kénytelen-kelletlen hazaviszi a munkáját, otthon is foglalkozik vele. Én például nagyon agyalós vagyok, tehát például, amikor mondjuk koreografálok, mert volt ilyen is, hála Istennek ebben a színházban is, akkor teljesen, tehát abszolút ebben vagyok benne reggeltől estig, éjjel-nappal. Még azt tudom mondani, hogy talán éjszaka is, csak akkor ugye alszom, de közben jár a fejemben mennek a dolgok. És hát úgy kerültem ide, hogy Németország után hazajöttem, és ugye nem volt munkám. És a Győri Színházban nem vettek vissza, mondván, hogy ha én elmentem onnan, akkor ne akarjak visszamenni. Megteszi még egyszer, hogy igen, hát, ez egy kicsit bonyolultabb benne, de ezt nem akarom itt nagyon feszegetni, és aztán én akkor hallottam, hogy keresnek ide a Vörösmarty Színházba táncosokat, és akkor eljöttem a castingra, ami egy elég komoly kétkörös casting volt, elég sok jelentkezővel, és hát hála Istennek felvettek, és azóta meg itt vagyok. Megértem az igazgatóváltásokat. Hát igen, jó párat, igen, azért 10 év alatt volt. Hogy őszinte legyek, nagyon, nagyon megszerettem a várost is, a színházat azt nagyon imádom. Úgy érzem egyébként, hogy a színháznak oszlopos tagja vagyok, tehát hogy nem csak tehát nem egy ilyen neve sincs valaki vagyok. Persze. Ezt most nem nagy képviségből mondom, de tényleg nagyon-nagyon sok mindent csináltam az utóbbi időben ebben a színházban, és remélem, hogy még sokáig fogok, ezt mondjuk nyilván nem én döntöm el. Mindenesetre az egy érdekes dolog, hogy éppen most lesz 10 éve, hogy idejöttem, és ebben az az érdekes, hogy gyakorlatilag ugye én 10 éve vagyok a Vörösmarty Színház tagja, és 10 éve tanítok táncot ebben a városban. Ezért van a pont a következő kérdésem, hogy te tanítasz táncot, neked van egy saját táncstúdiód is, fiatalokat, kicsiket és felnőtteket is oktasz táncra. Igen, tehát hogy most pont 10 éves jubileumi műsort fogunk tartani reményeim szerint júniusban, hiszen most lesz 10 éves a fehérvári csapat. Amúgy a Megadance Tánc Stúdió 23 éves, tehát én 23 évvel ezelőtt alapítottam, és ugye 2 évvel ezelőtt volt egy nagyszabású gálaműsor a megalakulás 20 éves jubileuma miatt, és most lesz egy úgynevezett 10 éves gálaműsor, viszont ez konkrétan a fehérvári csapatnak a 10 éves jubileuma gálája, erre készülünk, és ez azért érdekes, mert tulajdonképpen dupla jubileum, hiszen én 10 éve vagyok a Vörösmarty Színházban, és a tánccsoportom itt ebben a városban 10 éves. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes dolog. Hát milyen táncokat tanítasz egyébként? Tehát mindenféle fajta, vagy inkább ez a színházi showtánc jellegű? Hát nyilván a fővonal az a színház, mondhatnám azt, hogy inkább a színpadi tánc. Tehát operettek, musicalek, operettet nem igazán, mert a néptánc az nem az én asztalom, azt gondolom, és a társas táncok bizonyos mértékben érintve vannak, de igazából a fő vonal az ez a musical világ, hiszen én leginkább ebben dolgoztam és ebben éltem sokat. De egyébként mindent csinálok. Tehát a hip-hoptól elkezdve ilyen karaktertáncokat, mint azt említettem a matróz táncot az előbb, ilyeneket, illetve nagyon szeretem a filmzenéket. Most például, amit csináltam a legutóbb nyáron, az a Legnagyobb Showman című filmnek a zenéjére több koreográfia is, hiszen ez egy fantasztikusan jó film szerintem, táncos szempontból is, meg zeneileg is, és az ilyeneket szeretem. De egyébként azt szoktam mondani, hogy amire felkérnek, én nagyon szívesen. Tehát ha táncról van szó, hála Istennek nagyon sok mindent tanultam, tehát ugye én 6 éves korom óta táncolok, tehát az nagyon-nagyon persze, sok. Persze. Tehát ez iszonyatosan sok idő. Egyébként egy sokkal fiatalabbak nézel ki, mint amennyi a valós életkorod. Remélem. Szerencsére. Örülök neki. Szóval itt gyakorlatilag én a gyerekkoromtól a breaktáncon keresztül, az akrobatikus rock'n'rollon át, a jazz tánc, a modern tánc, klasszikus balett, akkor ilyen mindenféle kortárs technikák, tehát mindenféle dolgokba belekóstoltam, és nagyon-nagyon sok dolgot tanultam, amit hála Istennek nagyon jól tudok használni. Most, ami újdonság az életemben, mióta ugye Horváth Csaba a tánctagozat vezetője, illetve most már fizikai színházi tagozatnak a vezetője, azóta ugye én azelőtt nem nagyon csináltam ilyen kortárs fizikai színházi előadásokat, de én ezt nagyon megszerettem. És hála Istennek nagyon-nagyon sokat dolgoztam együtt a Csabával az utóbbi időben, és nagyon-nagyon jó hangulatú próbákkal
azt gondolom, hogy nagyon jó előadásokat csinálhattunk együtt. Aminek én nagyon örülök, hogy részes lettem. Legutóbbi egyébként ilyen a Chicago. Chicago, nagyon nagy sikerre. Ahol a Csabának az asszisztense voltam, és ez egy fantasztikusan jó munka volt, és azt gondolom, hogy az előadás pedig nagyon-nagyon jó sikerült. Igen, egyébként aki látta, én még nem láttam bevallom őszintén, képzeld, hát, de be kell pótolni. De aki látta, tényleg akár nézem a közösségi oldalat, akár ismerősök beszámolóját, mindenki azt mondja, hogy valami hihetetlen, szuper és olyan előadás, hogy bármely színpadon tényleg megállna. Hát még olyanok is írták, akik egyébként kritizálnak mindent az ég adta egy világot, és igen. Ők is pozitívat írtak róla. Igen, én tulajdonképpen én is többségében csak pozitívat hallottam. Azt az egyet tudom mondani én, mint résztvevő ennek az előadásnak, hogy egy rendkívül pörgős és egy nagyon-nagyon nagy megterhelés fizikailag, hiszen az első pillanattól az utolsóig koreográfia után, persze. Illetve a díszlet változás is úgymond egy koreográfia és az előadásnak olyan módon szerves része, hogy nem az van, hogy egyszer csak bemegyünk és ott így van, hanem folyamatosan a jelenetekről jelenetekre úgy változik a díszlet és úgy változik a színpad, hogy az gyakorlatilag egy folyamatnak a része. És nincs megállás pont ezáltal, akkor semmi. Ebből adódóan gyakorlatilag ez egy ilyen 2,5 óra tömény meló. De nagyon jó egyébként, tehát nagyon szeretjük csinálni, nagyon jó a csapat is, hála Istennek, és eddig azt tudom mondani, hogy tényleg olyan nagy sikerrel játsszuk, hogy már most nincs novemberre jegy. Az igen. Azt már tudom, hogy a novemberi adásokra már nem lehet jegyet kapni. Ugye mondtuk, hogy táncot is tanítasz a táncstúdiódban, fiatalokat és felnőtteket, és beszélgettünk mi a Vörösmarty Rádióban erről, vagy adásban, vagy adáson kívül, nem tudom, hogy a tánc egyébként nyilván a fiataloknak az egy tök jó szórakozás, meg ők nagyon bírják szuflával, de felnőttként ugye arra rájön az ember, hogy a tánc kikapcsol, stresszoldó, meg olyan hihetetlen jó fizikális karbantartó egyébként, tehát ezért is javallott mondjuk a felnőtteknek is, én azt gondolom, hogy táncolni. Igen, hát igazából én az utóbbi idő, tehát én igazából nem olyan régen kezdtem el a felnőtt táncoktatásba belevágni, azért pont, mert hogy rengeteg olyan szülő, anyuka, apuka jött, akik nézték a gyerekeiket az órákon, nálam abszolút be lehet jönni az órákra, tehát minden nyilvános, vagy ha jönnek egy fellépés, akkor nyilván ugye látják a gyerekeiket, és nagyon sokan mondták, hogy hát ez milyen fantasztikus, és milyen jó a gyerekeknek, és látszik rajtuk, hogy mennyire élvezik, hogy úgy csinálnánk mi is. És akkor én erre azt mondtam, hogy hát miért nem csináljátok, és akkor most megpróbálkoztunk ezzel, és hál' Istennek most már létrejött a dolog, már meg volt az első óra. Na, és hogy bírtál velük? Jó, abszolút, nagyon jó. Az első az a twisteléssel kezdtünk, és ez egy nagyon jó kis mozgalom. Az könnyűnek néz ki nyilván a twistelés, igen, mindenki maga módján tud. Ezt lakodalmakban lehet látni nagyon jó, mondjuk olyan hajnal egy óra környéken, amikor már mindenki ugye kóstolgatott ezt a szamaszt, megjön a bátorság, hogy próbálnak twistelni. Nyilván ez egy jó esett tanulmány lehet. Azt hiszem, hogy a felnőttek esetében inkább az a baj, hogyha valaki nem tanult előtte táncolni, akkor azt gondolja, hogy ő már túl idős ahhoz, hogy táncoljon. De közben ez szerintem nem így van, mert ugyanúgy, hogy el lehet menni futni, tehát el lehet kezdeni futni mondjuk 40 évesen is, vagy el lehet kezdeni konditerembe járni 40 évesen is, tehát ez nem kizáró dolog. Ugyanúgy a táncot is el lehet kezdeni. Nyilván egészen más a dolog, meg nyilván a fiatalok... Nem a Szabária táncversenyre gyúrunk ekkor. Persze, meg nyilván a fiatalok, ők még lehet, hogy azzal a céllal jönnek, hogy hú, lehet, hogy ebből fogok majd élni később, meg hogy én profi akarok lenni, és én akarok a legjobb táncos lenni. Itt van ugye most a városban ez a nagyszerű rendezvény, ami majd lesz ugye a Fehérvár táncosa, gondolom ezt el szabad mondani. Ez is egy nagyon jó dolog, de az idősebb korosztálynak én azt tudom mondani, hogy szerintem szórakozásnak nagyon kiváló, meg az egész heti, tehát például, ha én arra gondolok, hogy nekem egy irodába kellene ülnöm egész nap mondjuk. Kisebb írnád egyébként. Hát igen, valószínűleg, de én azt gondolom, hogy utána valószínűleg vágynék arra, hogy mondjuk szombaton vagy vasárnap valamilyen módon mozogjak. Most, hogy ez egy kirándulása és túrázással vezetem le, vagy éppen elmegyek squasholni, vagy nem tudom mit csinálni, az tulajdonképpen teljesen mindegy, de maga a mozgás az biztos hiányozna. Ebből adódóan gondoltam én azt, hogy esetlegesen hétvégén a családanyáknak, apukáknak, olyan embereknek, akiknek egyébként hétközben nincs is erre ideje, hétvégén vegyenek részt egy órás tánc foglalkozáson, ahol igazából az a lényeg, hogy jó hangulat legyen, jó zenékre egy jót mozogjunk, és gyakorlatilag levezetjük az egyhetes feszültségeket, illetve kicsit átmozgatjuk a testünket és az izmunkat. Az biztos, hogy a tánc mindenféle szempontból egészséges. Tehát így van. Ez az egy dolog biztos. Eddig volt szakmázás, most beszéljünk kicsit a magánéletedről. Mit lehet arról tudni, mi újság van veled, veletek? Hát sok mindent lehet tudni a magánéletemről, én nem titkolom sose, sőt, hát nagyon boldog az életem, hála Istennek. Ugye én most nyáron volt egy éve, hogy megnősültem, és van egy csodálatos 10 hónapos kislányunk, Bianca, aki most tulajdonképpen irányítja az életünket.
Meg fogja is. Igen, ugye az igen. Én feleségem is ugye táncosnő volt ebben a színházban. Ja, tényleg? Ő is táncos igen, volt? Igen, igen, igen. És akkor úgy ismerkedtetek meg a szakmában. Itt ismerkedtünk meg, igen. Aha. Tehát mi 2009-ben ismerkedtünk meg. És tulajdonképpen ő aztán abba hagyta az aktív táncolást. Most ugye anyukaként éli a mindennapjait. Úgyhogy tulajdonképpen azt gondolom... Az meg egy őrült tánc. Ugye, hát igen, szóval neki azért nem egyszerű, az tény. Uh-huh. Igen. Mondjuk nagyon csodálatos dolog. Tehát én azt gondolom, hogy édesapának lenni, meg szülőnek lenni. De nehéz is, tehát azért persze, ugye mindig beszélnek igen. Arról, hogy mennyire jó, meg szuper, meg kinyílik a világ, stb. De beszélnék arról is, hogy azért ez nagyon-nagyon nehéz feladat. Hát persze, meg hát felelősség. Persze, ugye azért nagy. Ehhez fel kell nőni. Anyagilag is, lelkileg is. Így van, én is azt gondolom, hogy én azért ezt most is még tanulom. Persze. Én ugye 40 évesen lettem apuka. Igen, tehát ezt nem akartam az életkorod mondani, direkt ja, nem akartam. Nem. Most vagy hány éves? 40, most leszek 42. 42 leszel, meg nem mondaná senki róla egyébként, hogy 42 éves leszel. Istennek. Tényleg. Lassan-lassan a beszélgetés vége felé járunk. Jövőben van-e valami grandiózus terved, akár családilag még egy gyermek esetlegesen? Abszolút, természetesen szeretnénk kis testvért majd a Biancának. Ezt most nem tudnám megmondani pontosan, hogy mikor. Ez ugye nagyon sok mindentől függ. Igyekszünk tudatosan építeni ezt a dolgot. Grandiózus tervem igazából nincsen, szeretnék itt maradni ebben a városban, szeretnék minél tovább a Vörösmarty Színházban dolgozni, illetve szeretnék nagyon sokáig táncolni még, azt nem tudom, hogy nyilván ez egészségügyi kérdés is, meg hát ugye az biztos, ha úgy fogok már esetleg kinézni, vagy nem fogom bírni, akkor nem fogok táncolni, de hát igazából ezért csinálom a tanítást is, illetve szeretem nagyon a kihívásokat, most is csinálok olyan dolgot egyébként, ami nagy kihívás, de erről még nyilvánosan nem beszélhetek, úgyhogy bízom benne, hogy lesz munkám a továbbiakban is, és én ameddig tudom, addig csinálni fogom. Mármint táncolni fogok és tanítani fogok. Szerintem sokáig fog ez menni, azért gondolom, mert múltkor mutatta nekem a telefonodon egy videót apukádról, édesapádról, aki 60 pár évesen, de tényleg úgy, mint ahogy látjuk a tornászlányokat a szőnyegen, úgy szaltózik, de igen. Valami elképesztő. Igen, 61 éves az édesapám, és most is hátraflikket, meg hátraszaltot ugrik. Azért ehhez tudni kell, hogy válogatott tornász volt valamikor fiatal korában. Tehát így könnyű. De hát nem azt mondom a könnyűnek, semmiképp nem könnyű, de az biztos, hogy valamilyen szinten ez a hozadéka ennek a dolognak. Az is igaz, hogy az édesapám nagyon szerencsés alkat. Életében születése óta egyszer volt talán kórházban. Az akkor, igen. Amikor véletlenül valamilyen oknál fogva eltörte a lábát. És tényleg napi szinten nyomja, tehát táncot tanít, ugrál a gyerekekkel, elmegy tornaterembe, ugrálja a szaltókat. Hát én bízom benne, hogy én is ilyen leszek, bár én egy kicsit másabb alkat vagyok, mármint, hogy én sokkal többet voltam beteg az eddigi életem során, mint ő az egész élete alatt, úgyhogy de reméljük, hogy szerencsés leszek. És... Testalkatod egyébként a tánctól ilyen, vagy alapban is te ilyen szikár, vékony, izmos testalkatod? Hát emlékeim szerint én körülbelül 10 éves korom óta ilyen vékony vagyok. Edd bármit? Tehát tök mindegy, hogy mit teszel? Igen. De jó neked, komolyan mondom, úgy irigylem az ilyen embereket, tehát én ránézek egy bitom sütire, nekem rögtön meglátszik a sem mondat. Fogyókúráz még sose kellett. Ez olyan jó. De nem tudom megmondani. De lehet a mozgás, hogyha abbajnád mondjuk a mozgást, akkor lehet, akkor, hogy meghíznál. Szóval nem tudom megmondani ezt, hogy őszinte legyek, mert 23 éve nagyon aktívan táncolok. Tehát ugye 23 éve vagyok a színházi pályán, akkor fejeztem be ugye a balettiskolát, és rögtön Győrbe szerződtem, aztán ugye Németország, persze. Aztán most itt vagyok 10 éve. És nem tudom, hogy mi lenne akkor, ha mondjuk most hirtelen átváltanék mondjuk egy ülő szakmára. Mondjuk egy olyanra, mit tudom, hogy sofőr lennék, vagy nem tudom, és akkor mondjuk nem tudom, unatkoznék útközben, és mondjuk majd szólnám a csokit, meg elnézni. Szóval nem tudom, hogy lehet, hogy ugyanígy néznék ki, mert ugye sokan mondják, hogy aki dohányzik és leteszi a cigarettát, akkor meghízik. Igen. Én nagyon sok olyan emberről tudok, aki dohányzott, lerakta a cigarettát, és pont nem meghízott, hanem lefogyott, illetve olyat is tudok, aki abszolút semmit nem változott. Tehát, hogy ezek ilyen furcsa dolgok. Hát városi legendák, sztereotípiák is. Igen, meg hát nyilván ez alkati kérdés is. Igen. Az biztos, hogy én, ha esetleg felszednék pár kilót, akkor elkezdenék fogyókúrázni, mert én annyira hiú ember vagyok, hogy nem bírnám elviselni, hogyha nem úgy néznék ki, hogy azt önmagamtól elvárom. Azt gondolom egyébként ezzel kapcsolatban, hogy míg az ember színpadon van, az egy alapvető elvárás, hogy valahogy ki kell nézni. Így van. Tehát így én van. Főként táncosként gondolom ezt, de szerintem bárki, hogyha képernyőn, színpadon, olyan helyen dolgozik, ahol azért az esztétikai látvány is fontos, ott szerintem erre oda kell figyelni. Így van. Legalábbis én ezt vallom. Igen, és egy szép végszó volt szerintem. Táncoljunk, nézzünk ki, jól ez a lényeg. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. És önöknek is természetesen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.